Szevasztok, ez itt a CryptoGamer most következő adása. Igazság szerint eredetileg ezt most egy nézői kérés véget készítem el. Pontosabban a Commando című játékkal próbáltam játszogatni, egyébként haladtam is vele egy keveset, bár nem sokat, ahhoz képest, hogy tényleg irdatlan geci játékról van szó, de utána kedvet kaptam egy kis szemezgetéshez. Sok új feliratkozó van a csatornán, aminek rendkívül örülök. Azoknak a kedvéért mondom el, hogy ez az adás, általában nem is az adás, inkább ez a CryptoGamer nevezetű műsor. Ez ilyen kis csak szemezgetés. Commodore-os, NES-es vagy Sega Mega Drive-os játékokból. Ez nem long play, ez nem lore mesélés, ez nem speedrun. Ez csak ilyen kis játszogatás, megtekingetés, nosztalgiázgatás, és lehet röhögni, hogy milyen béna fasz vagyok. Nos, akkor lássuk a mostani epizódot. Szevasztok, ez itt a Green Light, ez pedig a Commando. Egy nézői kérésnek teszek most eleget, játszunk vele. Meg kéne próbálni kijátszani. Ez egy kurva jó verzió, szerintem ez sokkal jobb, mint az NES-es. Hú, bazzeg! Még jó, hogy van gamepadom, bazzeg, botkormánnyal ezt halál lenne játszani. Jaj! Néha így eltűnik a karakter, ez kurva zavaró. Behal az ujjam, bazd meg. Kurva anyára. Geci. Tehát valahogy gránátot is dobni. Arra nem jöttem rá, hogy hogy kell. Faszom, ez a csicska megölt ott a... Te nem faszom. Tehát valahogy gránátot is dobni. Nem jöttem rá, hogy hogy kell. Pálya! Ó, bazd meg. Faszomat, bazd meg, na.
elszalad, nem lehet közöttük, annyian vannak, mint az oroszok. Pontosabban már mint a kínaiak. Ez a mondás már nem állt. Nem áll helyén. Nevezhetjük úgy is. Hála az égnek, persze. Fuck! Valami mindig elakadok itt. Ó, kurva. Na, első. Fasz! Akbar! Kurva anyád, a tarcon lőtt valami buzi geci. Tolj el! Már túljutottuk a híptól legalább. Legalább a zenéje jó a végén. Még egyszer. Ezt hiába állok meg, nem tudok mit csinálni, mert folyamatosan jönnek. Kezd szaladni, az kész. Geci Viet Kongok, bazzmeg. A kurva anyádat. Ne megyek, nem tudsz bemenni, mert nem enged be, bazzmeg! Nem tudsz átszaladni, bazd meg! Geci Vietkongok, bazd meg! A kurva anyát! Kurva anyát minden Vietkongnak! Valami elit geci, bazd meg, meg is haltam. Hát, de mégis a bot kormányt kéne behozni. Lecsapjuk. Hát, ezzel még könnyebben megdöglök, ki tudja.
De legalább tudom rángatni. Itt a rossz buzi a faszát. Á, geci. Mert könnyebben el fogok vele akadni szerintem. Kurva! A más se jó, bazd meg. Aki nem tud játszani, az semmivel se tud játszani. Legalább az első izéig eljutottam. Kurva isten bassza meg, valahogy azt kéne csinálni, hogy keresni egy ilyen menedéket. Például itt, azt nyomni őket, bazd meg. Végtelenségig. Talán így előbb-utóbb beleszaladnak a lövésbe, de lehet, hogy nem. Hát talán még ez tűnik a legjobb megoldásnak egészen addig, még valami buzi mögé nem jön. A kurva anyját pedig ez jó lett volna. Az jó lett volna, mert gameplayben is így láttam volna. De ne úgy, ez az, így állj be, ez az. Azaz. Kurva anyját, neki kurva anyját! Kurva anyját minden híres embernek. Magas az ára a Gibsonnak, meg a Fendernek. Faszomat. Wow, oké, dude. Geci ready. Ú, de jó néz ki ez a játék. Wow. Jaj, ezt rá kell ugrani a ezéket. De tudok lőni. Tudok lőni. Nagyon jó ez a game, geci. Ó, a faszomat már. Te bassza, ekkor átugorja a geci. Tegyünk Lance-el. Oké, haver, get ready. De basz ki a kurva anyádat, hát mit csináljak? Bazzak, de ne, nincsen hosszú ugrás, vagy valami. Mert ugrik egy rövidet és kész. De bazd meg! De nem tudod átugrani. Kell egy hosszú ugrás, amit nem tudsz megcsinálni. Nem tudsz ezt abszorbálni. Se a jobb gomb, se a bal gomb. Ez a baj ezekkel az emulátoros játékokkal, hogy... Kész, egy ráugrasz, az se jó. Picit átugrom. Kész, és utána ezzel nem tudok mit csinálni. Hát ez ennyi. Hát ez egy fos. Szóval akkor kommandóval játszottam régen, kb. Akkor is ugyanígy tudtam eljutni sajnos. Ugyanebbe a minősítésbe. Tehát valahogy eljutottam a első kapuig, de tovább már nem tudtam menni. Ez valami stratégiai játék? Lehetséges. 85-ös. Thank you.
settingeljük a joystickot, hát, hoppa. Európon karta. F1. Ez milyen nyelv, bazd meg? Ez valami finn játék, vagy? F3. Páku kumpun kuplit. Mat. Alvet. Legyen az F1. Mikka on tamat man mimi. Vagy nimi. Itt van Magyarország. Vagy ez milyen ország? Hát szerintem Jugoszlávia, mert ugye látjuk, hogy ez még egy régi térkép, tehát akkor még nem létezett Horvátország. Ez a Jugoszlávia. Beírnám, de oké. F1. Esti. Oké. Na ez a játék is csúszuperül működik. Imádom. Na. Groll című játékunk követő. Várj, settingeljük a joystickot. Ah, megvan, oké. Meg lehet jelölni így ezeket. Ó, elsüllyedtünk. Mit kell ebbe a játékba csinálni vajon? Agyon ütött valami fasz. Ugye elfogynak az életeim. Aha! Értem, ezt fel tud lőni a plafonra. Ha értem, én X-ekkel be kell csalni csicskákat, de úgy akkor én esek bele. Érdekes ez a game. Ja, az ilyen örvény, ami elnyel. Azt hiszem game over lesz. Tök jó a zenéje úgy. Én vagyok fönn a plafonon az, aki zöld geci. Kis zöld takony. Ó, gomba, gomba! Menj már rá, baszki! De miért nem mész? Megállsz, X-et nyomsz, te fasz! Fű, az meg ez a játék. Nem ismertem amúgy, de nem rossz, érdekes. Ha igen. Ó, ez eddig tetszik. Szerettem az ilyen játékokat. Most még a botkormány jó is jött. Tornádó. Ez nem vadászbombázó volt az angoloknak? Lehet, hogy tévedek. Nem tudom, van is olyan makettem. Ez jó játék. Ez gyanús, hogy az. Bár így első kinézetre akár még 21-es is lehetne. A helikopátereket még könnyen levároljuk, de ó, bazzon. Jaj, vigyázzunk a hajókra. Hajóknak az ágyújaira. Azokat is el lehet lőni.
fasz, és visszatolatok vagyok ennyire hülye, bazd meg. Hát össze kéne szedni a fucking fuck. Még szimulátornak egy kicsi primitívebb ez a game, de de ettől függetlenül kurva jó, nekem nagyon tetszik. Elkezdek így rajba repülni, ez nagyon hangulatos. Kurva nehéz, megszivatja a szánkat. Ó, te csatahajóba, bazd, nem ilyen. Ez honnan lőtt hátba? Képernyi hátuljáról, geci. És belehajtok, jó, azt én basztam el. Kell kilőni az összeset. Örülök, ha nem döglök meg. Fuck! Pillanatra élő, jó élő. Örök életünk volt. Fuck! De nehéz ez a játék, bazd meg. De jó. Shit, fuck. De basszeg, egy sunyiban előjél már a kurva anyádat. Hú, de nehezek, bassz meg. De jók. Fuck! Az első pályát meg tudnánk csinálni. Ó, és akkor meg nem ez basznak szét, akkor meg rátolom a hajóra, oké. Reverse. Ó, még a víz is agyon üt, bazd meg. Beletolom. Ó, nem megy ez nekem. Pressz egy. Tréner, hát nem most. Én béna vagyok. Farzan. Ezzel izélünk. Visszafelé is lehet menni. Érdekes. Csak lassan tölt be a következő. Nem tudom, hogy akkor mit csinál. Fencel vagy rugna. Egy cuppogó hang, amit én... És akkor forgunk, mint pocok a lisztbe. Jaj! Jaj! Átbuk fencelünk, és itt el tudunk elmenni? Te, el tudunk menni. Hasonló a irányítás, mert ez nem a húsvét szigeteken van ez a... Kicsikét nem azonos így a Afrikában játszódó Tarzannal, de hát mondjuk, ha megnézzük a régi Johnny Weissmülleres Tarzan filmeket, mármint a fekete-fehéreket, ott ilyeneket látunk, hogy a dzsungelben támad az oroszlán. Például tudom, hogy azok szavannákon vannak például. Már aki látott ilyet, akkor azt tudja, hogy miről van szó.
Semmi. Tehát hasonló, mint a Barbariánba, tehát így, ha így mondom, hogy fölfele tudsz fordulni, már itt esetleg ezekben a katlanokban lefele tudsz menni. Hoppá, ez egy csapda volt? Igen. Aj! Megbasz minket a Jaguar! De nem tudom, hogy hogy, de most hogy, bazd meg, hát ennél nem csinál semmit. De most hú, ennél nem jó bot kormány. Ennél nem jó bot kormány. És hogy ugrottam, hogy... Ez mi volt, mint egy csapda? Oké, át tudtunk ugrani. Forduljunk itt föl. De valamikor nem jön össze, ez érdekes. De egyszerre kell, úgy kell ugrani, hogy fölfele rántod néha ezért a joystickot. Jaj, benszülött nigger! Jaj, picsárugott! Jaj! Hát tudjuk ugorni? Nem enged el, hát tökör akar rumdosni, nem? Valamit csináljunk már, bazd meg! Csita, gyere a kurva anyát, csinálj valamit, bazd meg! Hol van Csita? Jaj, fussunk a majom elő, bazd meg! Azt nem tudom átugrani, a kurva életbe, gyerünk itt le a bödöngecibe! Fú, ez nagyon, nagyon szar volt. De legalább vicces játék. Vissza is kell jönnöm. Fuck. Hol van Jane, bazd meg? Tarzan szopad Jane most. Geci. Jaj, de ne visszamenjé. Geci ez a játék. Ez nagyon jó. Túl szar. Ennél tényleg kellett volna ez... Abba ez a buzi Jaguar meg át tud menni izén, faszom! Nem már, ne csináld meg, bazd! Jaguar ez így elsétál a csapda mellett, én be beleesek! Faszomat! Na várj, ezt hogy ugorjuk át? Jaj, épp hogy át sikerült, aha! Ott is fel tudunk fordulni. Nem, nem, de ezen átugorjuk. De tényleg ezek a szoborcsoportok nem a húsvét szigeteken voltak, tehát ez nem. Ó, de most ne keressünk logikát egy komodoros játékban, bazd meg, jön a Jaguar, bazd meg, át tudtuk ugrani, faszom, király. Majd kitöröm a botkormányt, annyira ropogtatom, geci. Volt még egy Joe Lara nevű színész, az is játszott Tarzan. Ilyen nagyon kétségbe esetten kék szemű színész volt. Oh, fuck. Annak talán láttam egyszer valamelyik epizódját, még a magyar televízió adta régen. Folyamatosan menjünk le. De jaj! De most tényleg megállok. És... De most valamikor ugrik azért, valamikor üt. Tehát itt... Ezen is maximum úthengerrel lehet elmenni. De legalább a zenét nem komplikált. Ó, elkezd sötétedni. Farzanra rájön a izé. Farzant elkapja izé. Alkonyat, bazd meg. Valahogy azt a benszülöttet kapjuk már valamit. Kezdjünk már vele, mert ez így nagyon szar. Ó, volt valami szar. Farzanak. Valahogy sikerült ütni. Oh. Boxol, most boxol. De boxoljál már rendesen, hülye gyerek. Oh. És mi van? Bezsírozta az ánuszát? Vagy mi van most? Most vazenélezik előre? Vagy mi az Isten? Ez a küzdelem, ez valami
csapnivaló. Nem baj, halálig küzdünk. Ó! Ott van valami puma fej, ott felugrott valami. Ja, fölvettem az egyik dobozt. Lehet, ilyen artifaktokat kellene gyűjteni, nem? Hát akkor gyerünk tovább. De nem enged tovább ez a geci görli, bazd meg. Gyerünk akkor erre. Ha szerintem én izéket kell gyűjtögetni, ilyen. Például van, nem is puma fej, van majom fej, bármi lehet. Héna fej, vagy oroszlán fej. Vagy egy arcon kakilt Szimba, bármi, bazd meg. De ezzel át tudjuk ugorni, oké. Oké. Bakker. Ez mi? Ez mi volt? Valamiért félholdott elkezdett menni. Amit megállás, hogy kakilna egyet, vagy valami. Na már a gödröket biztosan ugorjuk át. Biztos deziher. És nem tudunk följebb menni, úgy látom. Wow, mekkora zene már! Eljött az éjszaka. Megváltozott a muzsika is. Baszki, ilyen cupákos kurva. Ez annyira nagy ez a izé. Ezzel nem tudunk átmenni. Valami más megoldást kell majd kitalálni. Na várja, rá ne menjünk megint a csapdára. Oké, ezt átugrottuk. Még egy... Aha! És itt lesz a néger? Még nem. Nem murdáltam meg? Rá nem kell sok, hogy megmurdáljak. Jaj, most mi álltál meg? Gyerünk, farzan, gyerünk! Ki kell Jane Pook hálóját kotorni, bazd meg! Azzal a néger benszülöttel nem tudjuk csinálni. Vagy ez Jane, bazd meg? Oj, tökörrugott, gazd, bazd meg, tökörrugott, geci! Neki futásból tökön térdelt. És most kezdik előről? Ez nem nagyon hatotta meg a... Gyerünk tovább itt. Próbáljuk memorizálni a pálya részeket. Ó, jaj, nem, bazzag, nem néztem. Balfasz. Annyira kapkodok, hogy nem figyelek oda. Hát most ezt hogy fussak neki? Várja már. Várjál.
Oké. Kurva anyádat! Épp hogy bazd meg. Rohadék. Párduc panter. Faszom öccse. Vagy inkább ilyen jaguárszerű. Afrikában nem. Nem Dél-Amerikában van, lehet az. Ez nagyon sunyi. Erre próbáljunk is fölfordulni. Erre térképet kéne rajzolni, lehet, baszki. Mint a régi lapozgatós könyveknél. Ott is egy néger. Ó, ott van egy másik. Van ilyen kötél. Na, ez jó. Vere. Ezt ki tudjuk tenni? Nem kéne kitenni. Aha. És így ki tudjuk tenni néha izébe. Lehet ezt valahova el kéne vinni, nem? Mennyi ezért van? Tehát össze kell gyűjtögetni ilyen tárgyakat. Oké. Na most ez volt a Tarzan, én most erre, ennyire voltam ebbe a játékba hitelesítve. Space, ó, ez a kársa, ez vicces. Tiszta olyan régi televíziós hangulatom van. Hát, nem akarok örök életet. Press fire to start. Ó, bazd meg, mi van itt te? Várj, itt kell joystickot, ez valami nem működik. Lefele tudtam menni, de már föl nem. Érdekes. Oké, ez a... Oké, ez egy... Nem tudom ki. Másik player. Lövöldözzük ki a... Igen, mert ez lehet, hogy ez egy alapból két játékos game lenne, nem? Nem tudom ezt leszurkálni. Fuck! Hát de hogy öljön meg így, hogy... Fuck! Hát köszönöm, ez volt a He-Man Junior, bazd meg. Kurva szar volt. A következő játékunk a Robotron 2088. F1 start. Get ready. Jaj, bamme! Ez olyasmi, mint a Berserk? Nem, a Berserk az jobb. Valami Tatarira. Ez úgy látom, hogy... Imádom az ilyen. Ez akkor is bagos volt, geci, amikor kijött.
szokatlan nagyon. De miért csak egy irányba tudok néha lőni, ez az annyira érdekelne. Mi kell, nem is tudom mire... Hát, oké. Ha mondok én semmit. Érdekes ez a tüzelési módszer. Meg lehet szokni, de kurva szar. Akár jó is lehetne, de nem az. Jaj! Meg ez az átvezető, ez vicces. Ó, te... Robotron, bazd meg. Tényleg némi hasonlóságot mutat a Ataris Berserker, mármint ez, hogy így mész és kilódsz, és megdöglesz együttésből. De kösz, ebből elég volt. Ghosts and Goblins. Commodore-os verzió. Marha bejön. A zene az remek. Akarok örök életet, nem. Bár lehetne csalni, de kösz nem. Jó kis zene megmaradt. Settingelés. Következik, settingelés következik. Sehogy se akarja elindítani. Ó, bazd meg! Majd a... Fakom már, nehogy már az első zombi megbasszon. A harmadik bassz meg, jól van. Fordulj már át a kurva anyádat, hát nem hiszem el. Tök jó, hogy rám teleportálja ez a faszom! Gecie! Shit! Igen, látod, hogy ős nyomorék vagyok az ilyenekhez. Jó, hogy a Ghosts and Goblins gyakorlatilag minden idők legnehezebb platform játékai közé tartozik, tehát... Ez persze nem ment fel abból, hogy tovább is eljuthatnék, mint az első sarok. Shit, bazd meg! Legalább látjátok, milyen a Commodore-os Ghosts and Goblins. Hát ez a fajta játéktípus, ez szinte minden platformra megjelent már. Jó, gyorsan menjünk már át, vagy...
faszom, kerüljük ki azt a gecis buzi gombát, bazd meg. Most legalább tovább jutottam. Egy kis fáklyánk, ó, már fáklyával nem feltétlenül jobb ez. Shit, bazd meg. Váá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 á
Na. Köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a CryptoGamer rögtönzött adása, ami igazából tényleg csak egy kommandós felvétellel kezdődött, de legalább itt tudtam némi anyagot összeszedni, kipróbálgattam rég elfeledett vagy sosem próbált Commodore 64-es játékokat. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, szevasztok, majd később jelentkezek.